Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Most is találkozhatunk és beszélgethetünk az igéről. Remélem, hogy érdekelni fog benneteket. Egy nagyon kedves történetről fogok beszélni. És készítsük elő a szívünket az ige befogadására. Az ember úgy komolyan gondolja, hogy most, amit hallgat, hogy az fontos is a számára. Tehát most, ma Jézus Krisztusnak a bevonulásáról beszélek, aki Jeruzsálembe vonult be tanítványaival, és elmondom a részleteket. A történet tehát úgy kezdődik, hogy Jézus egy helyen együtt volt tanítványaival, és elmondta nekik, hogy Jeruzsálembe fognak majd menni, bevonulnak Jeruzsálembe ünnepélyesen. És ez az út azért gyalog elég hosszú volt, ezért azt kérte az Úr, hogy hozzanak neki egy szamárcsikót. Hát a tanítványok ugye meglepődtek, két tanítvány, háttérben látjuk tanítványokat, az egyik ül, a másik fekszik, a harmadik lehajol, a többi pedig hát éppen úgy távolabb van, és ez egy komoly feladat lesz, hogy elmennek egy idegen emberhez, és eloldják onnan a szamárcsikót, és elhozzák. Jézus, tudjátok, hogy az Úr volt, minden hatalom az övé, és hogy ő milyen alázatos volt. Régen a királyok, hogyha harcmezőről hazaértek, akkor szamárháton vonultak be alázatosan, jelezve, hogy békesség van, győzelem van. Jézus Krisztus, a királyok királya, nem egy nagy csatára készült, mert amikor csatába mentek, a király is ugye magas lovon ült, és hát vitogtatták az erejüket, hogy ők milyen erősek. De Jézus nem egy háborúra készült, hanem békességet hozott, és a békesség kifejezője az volt, hogy nem egy harci paripával közeledik Jeruzsálembe, hanem egy szegény, szerény, kis nagyfülű állattal, tudjátok, milyen nagyfüle van a szamárnak, aki iázni szokott, iá, iá, és mozgatja a fülét, hol az egyiket, hol a másikat. Szóval egy nagyon aranyos kis állat, meg amikor legel, abban a nagy fogával, képzeljétek el, legel a nagy fogával, tépje a füvet, és ropogtatja. Na szóval, hát ez még egy csikó volt, amiről itt szó van, csikó, azaz még fiatal szamaracska volt, még őnek is nőtt a füle, a szeme, a lába, ő is lett aztán egy olyan jó, erős tinédzser, aki bírta az útat meg a terhet. Tehát Jézus azt mondta, hogy kerítsenek neki egy szamárcsikót, és ő erre a szamárcsikóra fog felülni, és ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe. Elindul a két tanítvány, már nem is tudjuk, hogy melyik kettő volt, lehet, hogy János meg Péter volt, ők voltak a legvállalkozóbb szelleműek. Tehát elindultak, és körülnéztek,
hogy hol találnának egy szamár csikót, és aztán látták, hogy az egyik kapu oszlopához oda volt kötve egy szamár csikó, egy szép, nyugodt, tiszta szamár csikó volt, és úgy gondolták, hogy hát oda mennek, és akkor szépen eloldják, gyorsan eloldják a szamár csikót, és akkor mennek tovább. De hát voltak ott szemfüles bácsik, meg nagy hangú nénik. Hey, hallottam, mit csináltok itt? Az egyik téli is a fakadállal. Mit akartok ti itt? A másik bácsi megpödörte a bajuszát. Na még ilyet, elkötitek innen ezt a szamár csikót. Hát mit gondoltok? Nem is olyan olcsó egy ilyen szamár csikó. Legalább annyit ér az ára, mint egy Volvo, vagy melyik, vagy valamelyik. Hát szamár csikó drága volt akkor. Már nem olyan volt, hogy csak úgy. És hogy mit akartok? És a tanítványok kicsit megszeppenve, de alázatosan azt mondták, hogy ó, asszonyom, ó, uram, látom, hogy megrendülve, gyanakodva néznek ránk, hogy mi ellopjuk itt a gazdának a szamár csikóját, de mi nem lopni jöttünk. Na-na. Na, meglátjuk, mondta a néni is. Mozgatva, billegetve a fakanalat, és amikor azt mondták, hogy tudják, Jézusnak van szüksége, az Úrnak van szüksége rá, és mind a férfinek is, meg elállt a lélegzete, a néni elejtette a fakanalat, úgy megijedt, hát ők tudják, hogy kicsoda az a Jézus. Jézus, az, aki a Lázárt is feltámasztotta. Jézus, aki a vak szemét meggyógyította. Jézusnak, menjél, fiam, oldjátok, vigyétek, üljön rá a mester. És akkor szépen, örömmel, békességbe elmentek, megérkeztek, és Jézusnak is tetszett ez a szamár csikó. Az Úr aztán a szamár háton vonult be Jeruzsálembe, elindult az Úr, és persze először a szamár hátára fölterítették a kabátot, és akkor úgy ült rá szépen az Úr. Hát nekem, nem tudom, ti figyeltétek-e, valaki azt mondta, nézzem meg a szamárnak a hátát. Na, mit látok a szamár hátán? Képzeljétek el, nézzétek meg ti is. Én egy keresztet láttam a szamár hátán. Van egy fekete vonal, meg ott a nyakánál lefelé két vonal. Egy kereszt alak. Olyan érdekes ez, hogy a szamár magán viselte a keresztnek a jelvényét, amire aztán Jézus ráült, és hogy hát így ezekkel a gondolatokkal készült Jeruzsálembe, hogy őt majd ott keresztre feszítik. Az emberek mit se tudtak erről, el se fogadták volna, hogy azt mondja, hogy ő meghalni megy Jeruzsálembe. Mindenki újongott, az emberek feltartott kézzel ilyen nagy pálma ágakkal legyeztek, nagy pálma ágakkal, és kiáltoztak. Voltak, akik virágokat hintettek
a Jézus útjára nagy pálma leveleket dobáltak az út szélére, és volt, aki levetette a ruháját, és oda terítette, hogy most jön a király, örül Sion leánya, jön néked a te királyod, alázatosan, szamár hátán ülve, és hogy bevonul Jeruzsálembe. Ez egy szép nap volt. Szép, csodálatos nap volt, hogy Jézus így vonult be. Tehát Jézus így haladt előre, és utána mentek az emberek, hallelujáztak, halleluja. Az asszonyok is, halleluja. A lányok is, halleluja. Mindenki kiált, halleluja. Dicsőség Istennek. Hozsánna, mások mondták. Hozsánna, hozsánna, dicsőség Istennek. És a tömegben ott van Lázár, Lázár kezében is egy nagy pálmaág volt. És ki is volt ez a Lázár? Mielőtt Jézus bevonult volna Jeruzsálembe, mielőtt felült volna a Szamár hátára, még nem sokkal előtte Lázárt, aki meghalt, és akit eltemettek egy sziklasírban, már beszéltünk erről, Jézus feltámasztotta őt, kihívta a sziklasírból, Lázár, jöjj ki, és Lázár akkor feltámadt, és élt, és boldog volt, hogy visszanyerte az életét is, amikor Jézust egy óriási tömeg kísérte, és haladtak Jeruzsálem felé. A tömegben ott volt Lázár, nézzétek csak, ott van Lázár, ő milyen boldog, hogy él, hogy ő él, hogy őt Jézus feltámasztotta, hogy ilyen hatalmas Úrban hisz, mint Jézus Krisztus, és mindenki együtt örült Lázárral, aki feltámadt, aki él, hogy Istennek ilyen hatalmas ereje nyilvánult meg Jézus által. És hát így vonultak be Jeruzsálembe, az emberek csodálkozva, énekelve, Isten dicsőítve vonultak el, eltűntek a szemeink elől. Bementek Jeruzsálemen a kapun át, és majd aztán folytatódik a történet. Milyen jó az, hogyha mi is hiszünk Jézusban, és tudjuk, hogy ő egy hatalmas Úr, higgyünk benne, és szeressük őt.